Mi magyarok. Bátori István erdélyi fejedelem és lengyel király. A legsikeresebb magyar politikusok egyike. Buda 1541-es eleste az ország három részre szakadása után az erdélyi fejedelemség maradt a valódi magyar állam. Bátori már az első uralkodó János Zsigmond tanácsadója és diplomatája volt, majd kalandos módon követője lett a Gyulafehérvári udvarban. Célját Magyarország újraegyesítését egy nagyívű terv véghezvitelével kívánta elérni. A Habsburg és török szorongatta Erdély trónjáról indulva, ügyesen taktikázva első lépésként meg tudta szerezni a kor egyik hatalma Lengyelország koronáját és vele a Litván nagyfejedelmi címet. Ezzel újabb ellenséget állt a riválisként fellépő rettegett Iván személyében, de erdélyi seregeivel legyőzte, és 1582-ben békére kényszerítette az orosz cárt. Az országait Krakóból tíz évig irányító humanista Bátori István máig hatótette a Vilniuszi Egyetem megalapítása. Bár nem tudta teljesíteni végső küldetését, példát mutatott utódainak. Gyermekké Magyarországon serdültél, ifjúságod Németországban és Itáliában edződött, vitésséged Lengyelországban vált ragyogóvá. Tetteidnek fényét és nagyságát az egész földkerekség csodálta. E szavakkal búcsúztatták lengyel alattvalói. Pasut László Négy Szél Erdélyben című regényében örökítette meg a korszakot. Benne Bátori István személyét. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. készítette.